Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A szombathelyi vereség után a Paks ellen javítanának a kékcápák. Székesfehérváron kezdi a bajnoki szezont a Fátum Nyíregyháza. A 9 csapatos zöld csoportban szerepel a nyíregyházi kosársuli. Elszenvedte 8. vereségét a bajnokságban a sényői futballcsapat. Negyedik mérkőzését is elveszítette a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák szombathelyen léptek pályára, és 108-83-as vereséget szenvedtek a címvédő Falkótól. A bajnokságot 3 vereséggel indító vendégek legfeljebb abban reménykedhettek a címvédő otthonában, hogy a hazaiakból sokat kivett a hétközi bajnokok ligája mérkőzés. Az első negyed még szorosan alakult, a szombathelyi pontokra rendre érkezett válasz, de így is 5 pontos előnyt szerzett a házigazda. A második 10 percben 35 pontot szerzett a Falkó, és mivel a másik oldalon csak 21 egységig jutottak, a nagyszünetig 19 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. A folytatásban 2 szorosabb negyed következett, mindkettőt 3 ponttal nyerte a Szombathely, amely így 100 pont fölé jutva aratott magabiztos győzelmet, míg a kékcápáknak továbbra is várniuk kell az első sikerükre. Ez nagyon fontos volt, hogy ne tudjanak minket az első 5 percbe lerohanni. Ezt nagyon jól tartottuk, hiszen úgy gondolom, hogy az első negyedben még partiban voltunk, tehát ezt maximálisan betartotta a csapat. Azt hozzá kell tenni, hogy a Szombathely nehéz helyzetből is szenzációsan dobott, hiszen kevés üres helyzetből is nagyon sok hármas bedobtak. Ez sajnos a második negyedben szétnyílt az ollót, volt egy olyan 5 percünk, ami egy nagy különbséget eredményezett. De úgy gondolom, hogy az első 10 perc azt abszolút betartották a srácok, és azt, amit a Falkó akart, hogy hamar döntésre viszi az első negyedben a meccset, azt ki tudtuk tolni. 100 pont fölött kapott a csapat, az sok, viszont szerintem tekintve, hogy idegenben játszottuk a dobott pontok számával, azért nem lesz annyira elégedetlen. Így van, dobott pontokban rendben voltunk, illetve a 108 kapott pont is mondom olyan volt, hogy nagyon sok extra dobás volt benne, tehát 50% felett dobtak be 14-3-as, és már megnéztük a stábbal, tehát nagyon sok olyan volt, ami ott voltunk rajtuk, de az ő kvalitásukat mutatja, hogy bedobták, hát nem hiába hétközben, azért a Murciának is dobtak BL-ben 104 pontot, tehát ez bennük van. Amiben kicsit reménykedhettünk, hogy nem félváról veszik a meccset, viszont ugyanazt az energiát mutatták, mint a Murcia ellen, tehát megtiszteltek minket azzal, hogy a legjobbukat mutatták, és azt kell mondjam, hogy ezen a meccsen ez reális különbség volt így. Többször beszéltünk már arról, hogy fontos az, hogy meccsről meccsre fejlődjön a csapat. Most láttál-e valamilyen előrelépés valamiben? Igen, ami most nagyon jó volt, hogy a két mezőny emberünk, a Darius Perry és a JC Hillsman, hogy tudnak már egy olyan stabil teljesítmény hozni, ami náluk úgy gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a standard. Ez mindenféleképpen jó volt, illetve Bokánszki Máté úgy gondolom, hogy padról félig kényszerből is, de jól szállt be. Még azt gondolom, hogy egy kicsikét a külső dobásainkat bátrabban elvállalnánk és beesnének, benne van a srácokban, akkor még jobban megnyílna a pálya. Még ebben van egy kicsikét így hiányérzetem támadásban. Szükség van előbb-utóbb egy győzelemre, hiszen az nagyon sokat lendítene nem csak a csapaton, hanem gondolom hangulaton, meg hát a közönség is várja az első sikert. Pénteken az atomerőmű esze érkezik, ellenük milyen eséllyel léphetünk pályára, hozzátéve, hogy mi mindig a bajnokság elején vagyunk. A válogatott szünet előtt, tehát a válogatott szünet után is olyan mérkőzések jönnek, amikor győzelmi esélyünk vannak, ezeket kell realizálni. Most pénteken is a Paks ellen már abszolút úgy kell mennünk, hogy ezt a 4 meccset lezárni, tehát egy nagyon nehéz szakaszsal lezárult nekünk a bajnokságnak. Tudat alatt sejtettük, hogy azért ez benne van, viszont most már ezt el kell felejteni, és tényleg abszolút arra kell koncentrálni, hogy a következő mérkőzéseken győzelmet vagy győzelmeket kellene begyűjtenünk. A Pasnak van egy magyar válogatott játékos, abszolút meghatározó, Engisvár János. Rákészülünk-e külön, vagy pedig csapat ellen készül a csapat? Csapat ellen készülünk, mert úgy gondolom, hogy azért Jani minden meccsen ugyanaz hozza, függetlenül az, hogy az Albával játszanak, Honvéddal játszanak. Nagyon nehéz, mert olyan energiával játszik, és úgy gondolom, hogy tavaly szinte egymaga tartotta bent a Paksot. Nyilván kell rá is külön készülni, de globálisan a csapat ellen készülünk. A hétvégén rajtol a bajnokság a női röplabda extraligában. A Fátum Nyíregyháza szerdán szurkoló Jankit a egybekötött nyílt edzése mutatta be a szakmai stábot és a csapatot.
Én azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot abból, amit terveztünk. Nagyon komoly munka van mögöttünk, a szakmai stáb mögött, az új vezetőedző mögött, hiszen vele kellett először megismerkedni, hiszen a vezetőedző személye is változott. Nem csak a gazdasági helyzetre kellett már akkor reagálni, hiszen akkor is azért volt előszele annak, amit most élünk, hanem arra is kellett reagálni, hogy azokat az eredményeket nem hoztatta a csapat, amit mind a közönség, mind a szponzorok, mind a szakmai stáb elvárt tőle. Ezért több helyen változtattunk, voltak játékosok, akikkel nem voltunk maradéktalanul elégedettek, úgyhogy nagyon komoly vérfrissítésen átalakult ez a gárda. Nagyon sok fiatal játékos érkezett, nagyon sok nációból érkezett, úgymond légiós, de sokan válogatottból jöttek gyakorlatilag egyből ide, úgyhogy egy jó pedigrével érkező csapat. Egy kellően fiatal, de tűzdelve magyar tapasztalt játékosokkal, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek lehetünk idén. Röplabdázók szállították a sikereket az elmúlt években, mind hazai, mind nemzetközi szintéren. Most ezzel az átalakult csapattal szerényebb célokkal vágtok majd neki a szezonnak? Azt látni kell azért, hogy attól függően, hogy hány bajnoki címünk van, vagy hány bajnoki kupa címünk van, a többi csapat is ezzel küzdik, hogy nincsen olyan konstans 3-4 év, amíg egy csapat tudja hozni azt a teljesítményt. Nyilván mi egy bajnoki címből, kupa győzelemből jöttünk, nem úgy sikerült a tavalyi évhez kárlani tagadni, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a fátum megszűnt létezni a röplabda mezőny elit mezőnyében. Az a célunk, hogy visszavezessük oda a fátumot. Nyilván reagálni kellett erre a helyzetre, ahogy minden csapatnak reagálni kellett arra, hogy most még hatványozottabban csak addig szabad nyújtózkodni, míg a takarunkért, és napról napra ABC tervreket felállítani, hiszen látjuk, hogy mi zajlik a világban. Ez nem csak minket sújt, mindenki más sújt, úgyhogy ebből a keretből és ebből a büdzséből próbáljuk kihozni a legjobbakat, ami azt jelenti, hogy visszavezetni az élmezőnybe a fátumot. Amikor legutóbb beszélgettünk, a felkészülés kezdet előtt voltunk, most viszont már a bajnokság kezdet előtt vagyunk. Mit sikerült elvégezni abból a munkából, amit akkor elképzelt? First of all, we had a lot of difficulties. Azt kell, hogy nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk már itt az előszezon során. Voltak sérüléseink, ugye azok a válogatottból visszatérő játékosok csak később csatlakoztak, bár ezt tudtuk előre is, egy kicsit foghíjas kerettel kezdtük a felkészülést. Azt a munkát nagyságrendileg el tudtuk végezni, amit én gondoltam, és az utolsó két héten már teljes kerettel készülve egy olyan arcát mutatta a csapat, amit én is szeretnék látni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből az utolsó két hétből kell táplálkoznunk. Több országból, több kultúrából érkeztek játékosok, megvan-e már az a kémia, ami szükséges ahhoz, hogy eredményesen szerepeljen a csapat? We have a chemistry. Természetesen nem könnyű, de nem is annyira nehéz ezt összehozni, hiszen bárhány nációval is gyűltek össze a játékosok, mint profi atléta és profi sportoló, és mindegyik őknek az a célja, hogy sikerre vezesse a fátumot. Természetesen ezekre oda kell, hogy figyeljek, oda kell, hogy figyeljünk, de azt gondolom, hogy ezekkel a játékosokkal el tudjuk érni a célunkat, a top csapatok közé visszakerülni. Játszottak több extraligás ellenféllel, gondolom figyelték a többi csapat erősítését, így a bajnokság kezdet előtt lehet-e valóvá pozícionálni most a nyíregyházi csapatot? I think this season will be more harder than the last season. Azt még most talán nehéz megjósolni, hogy hanyadik helyre lehet ez elég, de talán a közönség, vagy a szakértő röplabda vélemény, vagy a közeg azt tippelheti, hogy a Vasas Békés Csaba Balatonfüred jelenti a legkomolyabb játékerőt, és utána jön a Fátum Kaposvár Utetrió, majd a két feljutó, illetve a bemaradásért küzdő csapat. Mi ezt maximálisan szeretnénk megcáfolni, független attól, hogy mi történt a tavalyi szezonban, a mi célunk az, hogy visszamezessük, mint mondtam, ebbe az élmezőnybe, és odaérjünk az érmesek egyik. De ezt előre megjósolni, kijelenteni nem lehet, hiszen napról napra fejlődünk, rengeteg külső körülmény befolyásolhatja ezt, de nem lehet más a célunk, mint ez. Egy újonc otthonába kezdeni nem mindig hálás feladat, milyen mérkőzése számít Székesfehérváron? Nagy különlegességre nem készülünk. Lényeg az, hogy biztosan nagyon komoly lelkesedéssel és elszántsággal fognak, hiszen elsőként léptek pályára az első ligában a MÁV Előre játékosai, de mi még mindig egy többszörös bajnok csapatként csak úgy készülhetünk egy ilyen mérkőzésre, hogy nem lehet más a célunk, mint egy sima győzelem. Bízom benne, hogy meg is fogják a lányok ezt csinálni, úgyhogy nagyon komolyan készültünk a héten, és nem kezeljük egyáltalán félváról őket, meg kell nyerni ezt a mérkőzést. Mi ez a mostani társaság, hogyan sikerült a elmúlt néhány hét? Kicsit késve érkeztem meg a csapathoz, de úgy gondolom, hogy nagyon jól be tudtam csatlakozni a keretbe. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fiatal társaság van itt, akik nagyon motiváltak, és minden meccsen az a cél, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és megmutassák azt, hogy mire is képesek. Az elmúlt években hozzászoktál, hogy minden meccsen a győzelem igényével és kényszerével lépett pályára a csapat. Most sincs ez gondolom másként, de azért vannak nagyon erős riválisok. Mennyiben lesz most ez előttünk álló szezon más, mint az elmúlt néhány volt?
Én úgy gondolom, hogy azért a tavalyi évhez képest most más a cél, ha lehet így fogalmazni. Inkább az lenne a cél, hogy mindenki kihozza tényleg magából a maximumot, amit lehet tényleg minden labdáért menni, küzdeni, hajtani, csinálni az első ponttal az utolsó pontig, és tényleg az a cél, hogy mindenki élvezze ezt a röplabdát, meg azt, amit csinál, mert fiatalok vagyunk, lehet, hogy még tapasztalatlanok, de tényleg úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy fiatalok a játékosok, nagyon profinálnak hozzá, és tényleg ez a mentalitás kell ide Nyíregyházára. Csapatkapitányként több dolgod van most az öltözőben, mint korábban volt? Igen, nyilván vannak olyan dolgok, amiket nekem kell helyre rakni, mint ahogy ez a poszt megkívánja, de azért vannak körülöttem idősebb játékosok is, akik tapasztaltabbak, és ők segítik azért az én munkámat, de úgy gondolom, hogy azért az edző az, aki Leon, hogy ő tartja kordában a fiatal játékosokat. Újonc Mávelül otthonában kezdtek Székesfehérváron. Egy ilyen ráhangoló, bemelegítő mérkőzésnek már ami bajnoki pontokért megy, természetesen jó lesz ez a meccs. Nagyon várjuk már ezt a mérkőzést, hiszen ez lesz az első, amin meg tudjuk magunkat mérettetni igazából úgy, hogy tényleg még először játszunk úgy együtt, ami fontos mérkőzés. Várjuk már, én úgy gondolom, hogy azért egy gyengébb csapatról beszélünk, mint ami mi vagyunk, és én győzelemmel szeretném indítani ezt a bajnokságot. Új a lebonyolítás a női kosárlabda amatőr NB1-ben. A nyíregyházi kosársuli a 9 csapatos zöld csoportba kapott besorolást. Farkasinszki Gyuláni együttese a Vasas 2 elleni 74-63-as vereséggel kezdte a szezont. A csapatok nem igazán szerették volna ezt a fajta lebonyolítási rendszert, mert ugye azoknak a csapatoknak, akik nem véletlenül voltak a zöld csoportban, tehát nekik azért kapni olyan csapatokat, akik a piros csoportban voltak eddig, nem egy egyszerű dolog, de végül is a szövetség alakított 3 csoportot, ezen belül megpróbáltak teljesen valamilyen szétosztani a csoportokat. Ugye az egyértelmű, hogy a Budapest az mindenkihez került. Mi éppen a legtávolabb csapatunk nekünk talán a Kecskeméten utazni kell, de ugye ennek meglett az a veszélye, hogy olyan csapatok is bekerültek ebbe a körbe, akik ugye tavaly esetleg a piros csoportban a dobogón végeztek, és ugye NB1-ás csapatoknak második csapatai. Tehát ez itt azért ez komoly fejtörést okoz ez minden csapatnak. Ugye mi pont már az első fordulóban szembe is jöttünk a Vasas 2 csapatával, és tehát nem ugyanaz, hát azért egy amatőr csapatnak, aki munkában van és dolgozik, annak nem egyszerű. Tehát elég is a szövetség úgy döntött, hogy ennek megfelelően fogunk a mérkőzéseket játszani. Ennek az a bibéje egyébként is az a probléma, hogy itt ugye március közepére be fogjuk fejezni a bajnokságot, mert itt csak az első 2 helyezett fog tovább játszani. Ők is azért fognak játszani, hogy az NB1-ába kerülésért játszik a piros-zöld és a fehér csoport első 2 helyezett csapata, ott döntik majd el, hogy ki az a csapat, aki játszott. Na most, mivel hogy nekünk 3 olyan csapat is bent van a mi területünkön, aki NB1-es A-csapatnak nem is a harmadik, hanem a második csapata, így azért nagyon-nagyon nehéz lesz kivívnunk azt, hogy mi azért az első 2-be végezzünk. És ebből akkor az következik, hogy március közepére befejezzük a bajnokságot. Hogy onnantól kezdve mit kezdünk a játékosainkkal? Hát ez egy jó kérdés, valószínűleg tornákat fog nekünk szervezni. Milyen benyomást tettek rád a lányok a Vasas elleni mérkőzésen? Az igazság, ugye, hogy a Dorinál nem tudott játszani, így nem teljes csapattal vettünk részt az első mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy még a Vasast is megleptük a játékunkkal, hát itt azért ők úgy készülnek, hogy itt ezek ugye a zöld csoportos csapatok, vagy ugye azok, akik vidéki csapatok, hogy nem fognak olyan játékerőt képviselni, ami esetleg megnehezíti az ő dolgukat. Ettől függetlenül azért lehoztak olyan játékosokat, akik rendre játszanak a NB1-ás bajnokságban is 10 perceket. Jól mentek a lányok. Egy negyed volt az, ami azt mondom, hogy az elment, hogyha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk, akkor még szorosabb mérkőzés játszottunk volna. Én úgy gondolom, hogy ez a 10 pontos vereség azért az nem a világ vége. Ha ilyen formában haladunk tovább, akkor az nem azt mondom, az első 2-be be fogunk jutni, de szerintem itt az elején, tehát a 3-4-ben szerintem bent tud maradni a mi csapatunk is. Az, hogy a felnőtteknél kevesebb lesz, vagy kevesebb lehet a meccszám, jelent valamit a junior és a kadett korosztályban? Az a baj, hogy mindenhol más lett a lebonyolítás.
Tehát a kadetteknél ott sajnos nem sikerült az erős elejtezőből tovább lépnünk, tehát itt egy ilyen semmi nulla bajnokságot fogunk játszani, tehát itt muszáj valami olyan mérkőzéseket szerveznünk, hogy azok a játékosok, akik ugye most kadett korúak, valamilyen szinten fejlődjenek, mert hogy fontosan olyan meccset játszok, ahol 80-90-100 ponttal fogok nyerni, annak null értelme van, tehát ott a játékosok nem fejlődnek. A juniorjaink, azok ugye ott is megsínlettük ugye azt, hogy ugye a Lilának pihenő időre volt szüksége, tehát az első körben nem igazán tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amire szüksége lett volna a csapatnak, de ettől függetlenül azért a legjobb 18-a van a junior csapatunk, és ugye itt mi történik, tehát hogy területéjel voda, vagy ide, teljesen mindegy, ott természetesen utazunk Zalaegerszegre, Pécsre, Győrbe, tehát ott már nem számít az, hogy milyen távolságokat kell utazni a gyerekeknek, tehát megpróbálunk ebből jól kijönni, tehát most éppen Zalaegerszegen voltunk a hétvégén, hát nem egyszerű. Tehát amikor de lementünk 5 óra, hazajöttünk másik, több mint 5 óra, lejátszottuk a mérkőzést, megmondom őszintén, hogy itt aztán kőkeményen végig kell majd gondolnunk, hogy milyen pihenő rendszerre dolgozunk. Igen, lehet, hogy ilyen szempontból egyszerűbb, hogy a nagyoknak nincs annyi mérkőzése, viszont az meg egy óriási fejtörés, hogy ugye már hogy tartjuk a rendszerben azokat a játékosokat, akiknek nincs mérkőzés, mivel fogjuk motiválni. Hogy fogjuk nekik azt mondani, hogy ugyanak kell igen edzenünk a gyerekek, ugyan majd nem játszol a legközelebb majd csak jövő októberben mérkőzést, de hát függetlenül neked még muszáj itt edzened, muszáj megcsinálod azokat a feladatokat, mert ha nem dolgozol egy fél évig, akkor a következő évet nem is fogjuk is igazából elkezdeni úgy, ahogy a szükség lenne. Tehát ez nem egy egyszerű dolog, itt azért ez komoly fejtöréseket fog okozni mindenkinek. Most azt az időszakot éljük, amikor a sportegyesületeknél, sportkluboknál azt számogatják, hogy be kell zárni uszodát, csarnokot, tornatermet. Ti itt a Szent Imrében fixen nézhetek a következő, vagy biztosan nézhetek a következő hónapok elé? Nekünk olyan szempontból szerencsénk van, hogy külön órával rendelkezik ez a csarnok. Tehát innentől kezdve ugye természetesen spórolni kell, felhívta az iskola és a figyelmünket, de mi is kértük az iskolát, hogy próbáljuk meg minél kevesebbet. Tehát ugye mi régen ilyenkor már azért fűtöttünk, de mi szerettük, hogyha azért egy 22-23 fokba edzettek a játékosaink. Most megpróbálunk egy 20 fokra bemenni, mert én úgy gondolom, hogy abban még talán meg tudjuk oldani azt, hogy nem lesz gond és nem lesz sérülés. Reméljük, hogy az anyagiak engedik azt, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, tehát mi nem tervezzük azt, hogy bármilyen bezárás legyen. Mondom, az iskola se tervezi szerintem, ha náluk valamitől lépni kell, akkor is mondom, a csarnok teljesen külön ellátó rendszeren van, tehát mi ezt külön is meg fogjuk tudni oldani, hogyha oda kerül a sok. És természetesen próbálunk minden rendezvényt bepályázni, megpróbáljuk ugye azokból a rendezési költségekből tartalékolni, hogyha gond és probléma lesz, akkor azt a plusz költségeket, tehát azokat a bejött pénzforrást, erre tudjuk majd hasznosítani. Elszenvedte 8. bajnoki vereségét a Sényei futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 60-ban kapott ki 2-1-re. A kisvárdai siker, mint már mondtam is, az egy nagyon értékes győzelem volt, sokkal többet jelentett szerintem még 3 pontnál is. Nagyon egybe volt azon a mérkőzésen a társaság, meg utána ugye nagyon jó hangulat uralkodott, mi is azt hittük, hogy elkezdhetünk egy sorozatot építeni. 60-i mérkőzés az elég érdekesen sikerült, ugye. Igaz, hogy az első fél időben a Szondi Levi életbe tartotta, és meccsbe tartotta a csapatot több bravúrral is, viszont a második fél idő már abszolút nekünk át, és mi voltunk kezdeményezőek, meg is szereztük a vezetést, ami majdnem, hogy a 90. percig tartott is, viszont az utolsó 6-7 percben sajnos az ellenfél megfordította a mérkőzést. Minek köszönhető az, hogy nem tud a csapat kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az elmúlt években? Megszokhattuk, hogy azért mindig ott volt a középmezőnyben a Sényű. Sajnos ez egy új helyzet nekünk is, vezetőknek és játékosoknak is. Hát valamilyen, nem tudom, az igazi okát még nem nagyon találtuk meg, boncolgattuk már több oldalról is, nagyon sokat beszélgettünk játékosokkal is, és a csapattal is, vezetőkkel is. Hát talán ugye lehet már nagyon régóta együtt van a társaság nagy része, ugye sorsolásunk se volt most talán kedvező ehhez, valamint a bajnokság is nagyon sokat erősödött, nem tudom, sok összetevője van a dolognak.
Ebben a helyzetben két dolog lehetséges, vagy feszültség keletkezik az öltözőben, a pályán, a edzői stáb és a játékosok között, vagy pedig összezár, összefog mindenki, és megpróbál kilábalni ebből a helyzetből. Nálatok mi a helyzet, a Sényei viszonyokat ismerve, azt hiszem egy nem kapkodó vezetőség áll mögöttetek. Igen, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugye a vezetőség részéről abszolút érezzük a támogatást, minket is szoktak nyugtatni, valamint a csapatot is, hogy nincs temetői hangulat, és csinálni kell tovább, és biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ki fogunk ebből a idézőjeles gödörből jönni. A játékosok és az edzők vannak néha ugye letargikus állapotban, de mondom, sokat beszélgetünk és próbáljuk mi a játékosokba, a vezetők bennünk, és úgy együtt mindenki mindenkibe tartani a lelket, és hiszem, hogy ez valamikor jobbra fog fordulni. A következő fordulóban a Sereghajtó Békés Csaba 2-höz utaztok. Elvileg kötelező lenne 3-ot begyűjtése, de hát egy második csapat ellen játszik mindig lutri. Mindig az adott napi összeállítás határozza meg a második csapat erejét. Érdekesség egyébként, hogy pont a nyíregyházi Spartacus is azon a napon játszik, úgyhogy nem számítunk ilyen sok visszajátszóra, de teljesen mindegy, hogy milyen összetételbe fog a Békés Csaba ellenünk játszani. Mindenféleképpen nyerni kell, ugye, mert ők mögöttünk vannak, és akkor minden sokkal jobban leszakadnának. Valamint egy kicsit nehéz mérkőzés lesz abból a szempontból, hogy 11 órás kezdés, ugye 9 órás érkezés, az egy ilyen 5:30-os indulás. Van még hát azért jó néhány forduló a téli szünetig, hova szeretnétek odaérni helyezésbe, vagy pontokban gondolkodtok? Jó lenne minimum egy ilyen 18-20 pontot még azért összekapírgálni, és akkor úgy gondolom, hogy télen tudjuk rendezni a sorainkat, és egy jó felkészüléssel, meg egy jó tavasszal szerintem a kellő pozíciónkba érhetünk a végére. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.